Sziasztok, ez volt a második nap a stockholmi iskolában. Egy Tom Stone lecture-el kezdtünk, Tommy Wandernek a Mind Movie című fejezetét dolgoztuk fel, aminek ugye az a lényege, hogy úgy rakod össze a műsort, hogy elképzeled fejben, hogy hogy néznek ki, ideális esetben, anélkül, hogy metodosan gondolkoznál, és amikor ez a kép kikristályosodik, hogy szeretnéd csinálni a trükköt, akkor ahhoz kapcsolódóan találod ki a metódust és a figyelemeltrelést, meg minden egyes momentum. Tehát technikailag csak azután kezdesz el foglalkozni vele, hogyha már megvan maga a trükk. Csináltunk egy olyan gyakorlatot, hogy mindenkinek adottam egy láthatatlan érmét, amit el kellett tüntetni, és az derült ki, hogy annak ellenére, hogy az eltüntetés az klasszikusan egyféle effektnek szoktuk tartani, az, hogy hogyan tűnik el a pénz, elolvad, köddé válik, fellöpl az égbe és eltűnik, összemegy, kipukkad. Szóval nagyon sokféle verziója van ennek az egy alapeffektnek is, úgyhogy nem érdemes ezt úgy kezelni, hogy mit akar eltűnt, akkor eltűnt. Utána a subtextről beszéltünk, aminek az a lényege, hogy különböző szinteken kommunikál az előadó az előadás közben, és normálisan, hogy itt általában véve, és ez nem egy jó dolog, a bűvészek minden szinten ugyanazt kommunikálják, de elmondom, hogy mi fog történni, amikor csinálom, közben elmondom, hogy éppen mit csinálok, és amikor befejeztem, akkor gyorsan elmondtam, hogy eddig mi történt, mit csináltam, és utána jön a nagy finálé, ami unalmas, és kicsit a nézőket is lenézített, idegesíti őket valamilyen szinten. Úgyhogy az a jó, hogyha különböző szinteken különböző dolgokat kommunikálunk, és a subtext az erről szól, ez inkább a karakterhez kapcsolódik, mint magához az effekthez, hogy én, mint előadó, valamilyen keretrendszerben mozgok, amit nem kell feltétlenül megosztani a nézővel, és akkor erre kellett három fős csoportokba példát hozni, mi egy duó telepati actet hoztunk össze, Jonasszal, aki norvég, és Joni valaki finn. Ennek a lényeg az volt, hogy a két előadó halott embereket lát, és ezért nem tudja eldönteni, hogy aki a közönségben van, az éppen élő, valódi ember, vagy pedig egy szellem. Amúgy kártyát választottak, amit a médium Joni kitalált tapintással. Utána ugyanezzel a három fős csoporttal brainstormingoltunk kicsit a pénteki előadáson. Az én előadásom nem haladt sokat, sajnos. Mondtak jó ötleteket, csak el kéne dönteni lassan, hogy mi legyen az irány, és ennek holnapra meg kellene történnie, ugyanis csütörtökön és pénteken már próbálni kellene. Ebédszünet után jött egy hang és zene szeminárium, vagy egy lecture Sebastian Prince-től, aki az egyetemen a zene részlegnek a vezetője, zeneszerző, zenész, főleg táncosokkal szokott együtt dolgozni, és akkor beszélgettük arról, hogy mi a zene, milyen a jó zene. Híres bűvész műsorok alá bekevertünk már zenét, számítógép segítségével, ilyen Juho Jin, meg hasonló Jugan Krabar és videók alá. És azt mondta, hogy ha lehet, akkor mindenképpen dolgozzunk majd együtt élő zenésszel, hát kösz, vagy írassunk magunknak zenét, mert az tök jó. És a legjobb módszer a zeneválasztásra az az, hogyha felveszük a műsort, és utána a különböző zenéket bejátszunk alá, és megnézzük, hogy melyik a jó. Ezek után pedig volt két student lecture, az egyik Andrei volt, a cseh srác, aki a Lee Strasberg féle színészeknek készült relaxációs technikáról beszélt, és holnap reggel be is mutatja, ha minden igaz. Nagyon izgalmasan hangzik, úgyhogy várom. A másik pedig Charlie Carper volt, aki a 3D nyomtatásról beszélt, és megmutatta, hogyan kell 3D nyomtatóhoz tárgyat tervezni, és hogy utána, mivel van nyomtató az iskolában, ezért azt is bemutatta, hogy ez hogyan működik, és mondta, hogy ha bármire szükségünk van, akkor csak szóljunk neki, megrajzolja, kinyomtatja, és utána használhatjuk, úgyhogy ez egy jó lehetőség, nem tudom, hogy lesz rá szükségem, de azért nem árt, hogy van. Ez volt tehát ma szakmailag, és akkor holnap innen folytatjuk. Szevasztok!